Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 2 speciális Vortex kihívásos végigjátszásomat Tyrionnal. És itt maradt abba, hogy ugye, ha minden igaz, akkor ez lesz az utolsó rész, és sikerült rajtaütni a Gorrok seregén. És neki annyi. A legtöbb terület, ami a Lizardmeneknek van, az pedig nagyjából védtelen, és... könnyedén el tudom foglalni. Magic in purest form. Oké, ez a sereg valójában már nem kell többet. Limitless talent. Ever Queen of Sound the Horn of Isha. You forfeit your freedom. To battle. I am your queen. Azt hiszem, hogy amúgy ez egy rövid rész lesz. High magic. High elven archmage. Leave none alive. We must avenge the fallen. Joy is what. I see the winds. Hoeth sends us. High elven. They will suffer the might of Zafiri. Trained by the White Tower. Oké, ezzel a sereggel szintén erre, mert ugye le kell vadásszam a izét. Le kell vadásszam a kalózokat. High Lawmaster of Hoeth, if you say so. Oké, le kell játszom a csatát, mert ugye elveszítenék két Phoenix Guardot, amit nem akarok. És utána ugye, ha ez a csata véget ért, meg lesz a város. Utána Tyrionnal el kell foglaljam a másik várost, és a Huntsmarshalnak vége. Kell kolonizáljam a Galleon's Graveyardot, és közben le kell verjem a kalózokat. Tremble before me! Noble! Noble born! Archers! Oké, szerintem elég lesz az, hogyha bemegyek Teklisszel és a sárkányokkal. Irány a főtér. Vagyis Teklisszel varázsolunk, ugye? Igen. És a sárkányok meg irány a főtér. Ja, ez valójában gyorsan meg lesz.
Teklis és a varjak. Nem akarják feladni. De ennyi volt. Ever victorious. Kissé furcsa volt amúgy, hogy automatikázáson elveszítettem volna egységet. Asurion smiles upon me. I live to serve my queen. I am ready to fight. Occupy this place. Ah, tökéletes. Tökéletes. Eltűntek az ügynökeik. Tyrionnal szétverem ezeket a kalózokat, ezzel a két sereggel. Can I offer assistance? Le kell vadásszam őket. Itt van egy másik. Itt van két seregem ellene. Master of high magic. Szóval oké. I wield the winds. High elven archmage. A Lizardmeneknek itt már nincs területe. Itt van két seregem, de nem igazán van rájuk szükség. Hány területük maradt amúgy? Kettő. És a következő körben ennek a városnak annyi, és két kör és ennek annyi. Valójában több területet tudok kolonizálni, mint amennyi területe maradt az ellenségnek. Ja, legyen még ugye építkezés, de valójában sok épület már nem fog megépülni. Mivel ha minden igaz, akkor ugye a kalózokat nem olyan nehéz elintézni, mert nincsen nagy lépési pontjuk. Így könnyedén utolérem őket. You summoned me. Mage of the White Tower. Surely you are mistaken. My powers are yours to command. Ó, elértem a limitet. Oké. Dynamo-t adott megint. Na jó. Lássuk, hol lehet még építeni.
Ja, nagyjából ugye izé maradt. A kalózok és a Last Defenders. De ugye a kalózokat, ha minden igaz, gyorsan el tudom kapni majd. Egyiket nagyjából a másik után. Több mint 200 ezer dénár bevétel. Poet sends us, gifted advisor. Be prepared, Asur. They cannot withstand high magic. A bulwark in Ulthuan's war. Master of high magic. Prince Eltharionar erre. High Elven Archmage. Treading softly. Alariel the Radiant. Mindössze egyetlenben egy területe maradt Kroggárnak. Wow. Kicsit, hogy őszinte legyek, nehezén, hogy elhiggyem. De így van. Master of high magic. I see the winds. High elven archmage. I am yours. Mage of Ulthuan. High Elven Archmage. High Elven Archmage. Kicsit sajnálom azt, hogy Imriket nem sikerült megszerezzem. És izét. Alitanárt. Mondjuk Alitanárt amúgy se tudtam volna használni, mert ugye ő IAS karakter. És ugye seregekben, mármint a lényeg az ugye, hogy úgymond nem lehet olyan egységem, ami távolsági egységnek számít ugye seregben. Nem képezhetek olyan, és nem harcolhat olyan karakter, ugye nem harcolhatott olyan karakter kampány seregben, ami ugye távolsági egység. És Alitanár az pedig ugye távolsági egységnek számít, szóval őt amúgy se tudtam volna használni. Imriket jó lett volna, csak nem sikerült megszerezni. De annyira nem volt lényeges. A lényeg az, hogy jó lett volna, hogyha megszerzem, de így is jó. Nos, akkor vadászunk kalózokat. I will lead the Asur. Lightning swift. By the gods, I will give you victory. Restrain the captives. Her servant. By the gods, with haste, I refuse. Servant. I lust for battle. Kill them all. Shield of Alarion, sailing for adventure. Lord of the Phoenix Court. Master of high magic. Orders. Sailing away, ready to serve. Across the waves. Enough. We need not fear our lessers. They'll spare Asur hands from toil. Full sail! Loyal prince, going ashore. Okay, 1, 2, 3. Igen, a 3 és a Last Defenders. Ezzel a kettővel irány erre. Full sail!
master of the White Tower. No. Okay, elkapjuk őket gyorsan. Master of high magic. Infused by Hoeth's wisdom. Ha minden igaz, akkor a következő körben a Last Defendersnek vége. Oh, kaptam egy achievementet. Mi a fene? Colonial Governor. Mi a... az mi? Ah, nem volt meg az achievementem, ugye, hogy playing as the High Elves own at least 3 thriving elven colonies. 3 thriving elven colonies. Na várjunk. Mi az, hogy thriving? I see the winds. Ó, persze az ötös szintű tüdne kolónia. Az ugye az ötös színnek az a neve, hogy Thriving Elven Colony. És ez nem volt meg nekem eddig. Te jó ég, hogy a fenébe. I wield the winds. I claim it for Hoeth. Na, örülök annak, hogy meglett. Várjuk akkor. Ez az egyik. Ez a másik. Melyik a harmadik? Tünde kolónia... Tényleg, melyik a harmadik akkor? Ja, a Fortress of Dawn, hát persze. Thriving Elven Colony. Király. Nem is gondoltam volna, hogy a speciális kihívásos végigjátszásomban még egy achievementet is megcsinálok. Mert úgy voltam vele, hogy... A high elfekkel megvan az összes, de hát ezek szerint mégsem. Okay. High Elven Archmage. Set sail. Hoeth's chosen. Voyager, champion of the Everqueen. És győzzük le akkor Last Defenders. Viszlát, Nakai the Wanderer. Örülök, hogy találkoztunk. This world needs us.
Ó, és meglett a trade. És Last Defenders Faction Destroyed, wow. Ó, te jó ég. Ez azért durva volt. És ha úgy vesszük, pontosan 300 körbe került, hogy elfoglaljam a teljes térképet. Oké. Okay. Pontosan 300 kör. Ha akartam volna, hogy 300 kör alatt legyen meg, pontosan, tuti nem jött volna össze. De így véletlenül pont annyi lett. Wow. Pedig nem akartam amúgy, nem is voltam úgy vele, hogy ugye, hogy ha 400 körbe került volna, az is oké, de örülök annak, hogy pontosan 300 kör lett. És ugye a 300. körben lett meg az utolsó frakció legyőzve. De valójában a teljes térkép nincs meg, mert két terület fel van égetve. Szóval 300 körül győztem le az összes játszható frakciót nagyjából. Az összes frakciót nem. Mert ugye még némi kalóz marad, de hát a kalózok azok olyan frakciók, hogy egy idő után visszatérnek, szóval mindegy. Ó! Oh. Penébe. Megjelent egy Rogue Armies. A lényeg az, hogy egész jó izét futottam időt szerintem. Infused by Hoeth's wisdom. Hoeth's disciple. I wield the winds. Én a mondó vagyok, hogy egész gyorsan meglett úgymond a teljes térkép. Én úgy gondolom. The winds. Consider it done. Alariel's champion. Anchors away. Unfathomable knowledge. Trained by the White Tower. High Elven Archmage. Rendben. Akkor még ugye van két... két kalóz frakció és ugye a Rogue Armies, ami megjelent. És egy... vagyis két terület, amit még kolonizáljak kell. Oké, nekik is végük. Show no weakness. Master of high magic. A light here. Who seeks me? Teklisszel irány erre, ugye el kell kapni az utolsó kalóz frakciót. Protector of the Everqueen. Tyrion. Tyrion, heir of Valyria. Le kell győzni a Rogue Armies-t.
Grant me your sight. Your orders are... A strong leader is needed. Subjugate them. Entering the garrison. Ready to march. Your instructions? És kolonizáljuk az utolsó területet. There I must go, infused by Hoeth's wisdom. Valójában már az izés mindegy, az építkezés. Mert a legtöbb, amit ugye kiadok, építkezés, az már nem is lesz meg. Még ugye Teklisszel kell elkapjam az utolsó kalózokat, az kész. Hi, Lore Master. Hi, Elven Archmage. Servant of Light. Akik valamiért persze menekülnek előlem, mert hát a fene tudja, hogy miért. De örökké nem menekülhetnek. Ó, oh, oké. Okay. Á, ah, és hogy elnézem, le kell játszom a csatát, wow. Nem akarok elveszíteni Phoenix Guardokat. Ha már ugye eddig kihúzta az egység, akkor nehogy már az utolsó csatában halljanak meg teljesen. Elég köcsökség lenne tőlem. Ha ugye most öletném meg őket. Ám bár utolsó csata. Ha minden igaz. Vagyis nem, nem az utolsó, mert nem hiszem, hogy le tudom őket győzni teljesen már, mint hogy teljes megsemmisülés legyen. Így valójában lesz még egy harcom ellenük. Dragon Princes! Battle calls! Noble! Assar Noble! Dauntless! Ulfwan Mage! Ready! Awaiting orders! Yes! És... előre! Ulfwan Mage! Onward! Ahain Kadai! Enlui! Enlui! Spellcaster! At once! Yes! Dragon Princess! Serve the King! Dragon Princess! Miért van az, hogy néha nem lehet overcastolni az izét? A Netovemantakot? Without question! Dragon Princess!
send. Quickly now! Fire Lario! Lakoi Soraya! Awaiting orders! The king! Without fail! Dragon princes! Ulfwan Mage! Asir Mage! Winds of magic rise! Ulfwan Mage! Charoi Leki! As you are! Bend to my will! Dauntless! All form! Understood! Very well! At once! It is done! Acknowledged! Okay, used to. Már csak az izé maradt a Slayers, akik ugye nem fogják feladni. A menekülőkből azért még kéne elintézni néhányat. Egész jó volt a harc amúgy. Az ellenségnek esélye sem volt. Várjunk, ha megöljük a hat vezért, akkor megmarad az ellenség? Ja, egyszerűen elmostuk őket. Pedig jó volt a sereg, csak nem az én seregem ellen. Ó, valójában sikerült, hogy teljes megsemmisülés legyen. Restrain the captives. Így, ha minden igaz, akkor ez volt az utolsó csatám a játékban. Ja, nincs több frakció. És Teclis visszatér Latern városába, mert ugye Tyrion megígérte neki, hogy valahogy ugye úgy van a videóban, hogy Tyrion ugye itt marad Ulduvanon, hogy Teclisnek legyen hova visszatérnie. Ezt se így terveztem amúgy, de elég jól sikerült. Ja, Teclis visszatér Laternbe. Ó, és lett egy Crushing Noble! Haha, király! Ó, várjuk, lett egy Crushing Noble, és még lett egy fekundos Lore Master. Adminisztrátor, Life Mágus, LOL. Így a végére összejött minden. Ja, meg lett a teljes térkép. Hány terület van amúgy összesen? 86 provincia és 235 város. Az nem olyan sok. Mondjuk a Vortexben valójában egész soknak számít. Ja, meg lett a teljes város. Összesen van 15 seregem. 41 Handmaiden, 40 Noble, 70 Mágus és 18 Lore Master of Hoet. Oké. Okay. Ha jól tudom, akkor ugye minden hősből lehet 99-et képezni összesen. Van ugye néhány város, ami nincs teljesen kifejlesztve, de hát annyi baj legyen. Valójában nem lenne sok idő még kifejleszteném őket. A leggazdagabb területen pedig ugye Latern 45.425 dénár bevétellel. Nem olyan sok, de minden egyes Entrepreneur my powers are yours to command. 45.425-ről növekedett 46.858-ra, csak ugye ennek a területnek a bevétele. My infinite knowledge is yours.
Na jó, akkor nagyjából ennyi lett volna. Hogy őszinte legyek, nem gondoltam volna, hogy... Hogy ennyire egyszerű lesz. Szóval legelőször, mikor ugye gyakoroltam ezt a speciális kihívásos végigjátszást, mert ugye még mielőtt elkezdtem volna néhányszor, vagyis valójában egy jó hosszú ideig gyakoroltam, hogy hogyan is lehetne ezt megcsinálni. És hogy őszinte legyek, valójában sikerült volna, hogyha nem is használom a városi őrségben lévő íjászokat. Szóval, hogyha teljesen csak közelharc lett volna az egész végigjátszás során, és a városi őrségben lévő íjászokat sem használom, ugye csak közelharcban használom őket, valójában akkor is összejött volna, csak nagy valószínűséggel nem 300... nem is tudom, 4 vagy 5 kör volt, pontosan nem tudom. Ugye a lényeg az, hogy valami 300 kör alatt ugye nagyjából meglett a térkép. Hanem nagy valószínűséggel akkor 400 körbe került volna, de így is úgy is sikerült volna. Hogyha ugye nem használom a városőrségben lévő íjászokat, mármint a távolsági képességüket, csak ugye közelharcban használom őket. De annyi az egész, hogy ez volt az első ilyen speciális kihívásos végigjátszásom. A következő az pedig... arra gondoltam, hogy még ennél is durvább lesz. Még jobban megpróbálom úgymond limitálni a dolgokat. Nagyjából már tudom, hogy mit fogok limitálni. Mivel ugye a Vortex varázslatokat csatákban csak 4-szer használhattam, ami szerintem okés. De ugye voltak a többi varázslatok, amiket ugye... amin ugye nem volt limitálás. Igaz, hogy valójában a Flak of Doom-ot csak Teklisszel lehetett ugye olyan nagyon OP-n használni, szóval ha úgy vesszük, annyira nem volt ő OP, mert ugye Teklissz mindenhol nem lehetett ott, szóval igaz, hogy sokszor, vagyis Teklisszel legtöbb esetben mindig legyőztem az ellenséget, szóval abszolút semmi esélyük nem volt. Nagyjából csak Teklisszel sikerült ugye legtöbbször legyőzni az ellenséget. De hogyha például limitálva lett volna minden más varázslat is, például a Vortex varázslatokon kívül a varázslatokat, a többi varázslatot például csak 10-szer használhattam volna egy csatában, szerintem az egy egész jó limit lett volna. Bizonyos téren okés lett volna, bizonyos téren pedig nem igazán számított volna semmit. Max akkor számított volna valamit, hogyha például Teklisszel harcolok, mert ugye Teklisszel volt az, hogy... folyamatosan csak Flak of Doom-mal intéztem az ellenséges seregeket. De ahogy mondtam, ugye ez volt az első ilyen speciális kihívásos végigjátszásom, és hogy őszinte legyek, nem igazán tudtam azt, hogy most mit kell teljesen limitálni, és mit nem kell limitálni. Szóval ugye ez volt az első, nekem sem volt annyira fogalmam arról, hogy valójában mit kell csináljak ahhoz, hogy ugye minél kihívásosabb legyen, de most már valójában tudom, és a következő az pedig, egyelőre nem tudom, hogy melyik néppel lesz, de majd eldöntöm, a lényeg az. Ja. Hogy őszinte legyek, így első ilyen speciális kihívásos végigjátszásnak szerintem ez egész jó volt. Egész jó ötlet volt ugye a Vortex varázslatok limitálva használása, és ugye csak akkor használhattam távolsági egységeket, hogyha az erősítésben volt, ugye, mármint a városi őrségben. Szerintem ez így elsőre egész jó ötletnek tűnt, vagy egész jó ötlet volt. A következő az pedig még kihívásosabb lesz. Megpróbálom magamat még jobban limitálni. Ja, akkor kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, remélem tetszett a speciális Vortex kihívásos végigjátszásom. Sziasztok!